Tisztelt vendégeim! Tisztelettel felkérem házigazdaként dr. Molnár Krisztián elnök urat, hogy tartsa meg mindenki beszédét. Excellenciás megyés püspök úr, tisztelt miniszterelnöki biztos és országgyűlési képviselő urak, tisztelt kormánymegbízott úr, tisztelt tisztifőorvos asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves egyekiek, kedves Fejér megyeiek, kedves ünneplők. Házigazdaként szeretettel köszöntöm Önöket ezen a különleges megyenapon. Sajnos a jelenlegi pandémiás helyzet okozta mai megyenapon különlegességét, így most jelen esetben maximálisan próbálva eleget tenni minden védőintézkedésnek egy szűkebb körű, de merem remélni, hogy áhítatottságában, tartalmában a hagyományos színvonalnak megfelelő megyenapot ünnepelhetünk. Üdvözlöm azokat a kedves velünk ünneplőket is, akik az internet és a különböző technikai eszközök segítségével online kapcsolódnak be a megyenapunkba. Idén először indítottuk el ezt a programot, ha szűkebb körül is a megyenap, de többen jelezték, hogy élőben szeretnék megtekinteni megyenapi ünnepségünket. Ez vonatkozik azon polgármester kollégákra is, akik nem lehetnek itt, többi meghívott vendégre, vonatkozik a kitüntetettek családtagjaira is, bár nem olyan, mintha ők is itt lennének és velünk ünnepelnének, de mód és lehetőség van élőben nyomon követni a mai eseményeket. Megyenapunk és a pandémiás helyzet kapcsán, még miatt kimondottan a megyenap belső tartalmára rátérnék, azt gondolom, mivel az életünket leginkább és legalaposabban befolyásoló eseményről van szó, minden megyei eseményen, így a megyenapon is azzal kell, hogy kezdjünk, hogy köszönetemet fejezzem ki mindazoknak, akik a védekezésben részt vesznek, Magyarország kormányának, az orvosi szervezeteknek, mentősöknek, egészségügyi dolgozóknak, szakápolóknak, az önkormányzatoknak, a civileknek, az önkéntes segítőknek, az oktatás, a nevelés terén közreműködőknek, és minden olyan állampolgárnak, akik fegyelmezetten betartják a központi intézkedéseket, kéréseket, előírásokat. A közös védekezés mindannyiunk érdeke. Kérem, hogy vigyázzunk egymásra, és még egyszer hálásan köszönöm mindazoknak a munkáját, akik a védekezésben részt vesznek, segítő jelleggel, de azoknak is, akik betartják a szabályokat. Azokról most nem kívánok beszélni, akik nehogy nem vesznek részt a védekezésben, de még a védekezésben résztvevőket kritizálják, hogy a védekezést akadályozzák. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplők! Megyenap egy különleges közjogi esemény, hiszen kimondottan a megyei emberekről, magáról a megyéről, a megyében alkotókról, szellemi alkotó tevékenységet kifejtőkről, értékes produktumot létrehozó Fejér megyei emberek munkájáról, szorgalmáról szól. Tehát mondhatjuk azt, hogy talán a legmegyeibb közjogi ünnepségünkről beszélünk, még ha itt Fejér megyében, hála Istennek, augusztus 20-át is elég közelinek és elég megyeinek érezhetjük Szent István megyében és Szent István városában. A megyenapnak fontos rendeltetése azon kiváló embereknek az elismerése, díjazása, akik az év folyamán olyan kimagasló tevékenységet tettek, szakmai munkát folytattak, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, megyeszerte, de tágabb körben is. A megyenap ugyanakkor egy kiváló lehetőség arra is, hogy a megye mindig egy új pontját alaposabban bemutatva, a figyelmet ráirányítva a nagy közönség irányába, megmutathatunk olyan helyi értékeket, mintaszerű település és területfejlesztést, megvalósult kulturális együttműködés programot, helyi közösség erejét, amely szintén példaértékű mindannyiunk számára. A megyenap alkalmas arra is, hogy áttekintsük és értékeljük a megye teljesítményét, gazdasági, környezetvédelmi, szociális és minden szempontból egyaránt, és merem remélni, hogy a megyenap éppen ezért arra is alkalmas, hogy ezen a napon kötetlenül egy kicsit, természetesen még egyszer mindenkit arra intve és óvva, hogy a legmaximálisabban betartsuk a védőintézkedéseket, de egy kicsit örüljünk is egymásnak, a Fejér megyei emberek munkájának és azoknak az eredményeknek, amiket közösen elértünk. Ha szellemi voltát nézzük és eszmeiségét a megyenapnak,
akkor Szent István megyében azt gondolom, hogy nem túlzás az, ha azt mondjuk, hogy a megyenap egy Szent Istváni tanúságtétel, mégpedig a magyarságnak a teremtőereje, a nemzeti hagyományaink és a keresztény értékeink alapján egy iránymutatás, egy üzenet, amely mindenképpen megmutatja azt a sors és tudatformáló erőt, amelyet a mi megyénk üzen minden megyei lakosnak, és üzen a honfitársainknak, szélesebb körben az egész világnak. És a megyenap kapcsán még egy eszmei pontot szeretnék kiemelni. A megyenap egy kiváló alkalom arra, amikor is a hagyományok, a múlt, a jelen, a jövő találkozik. Megidézzük a múlt emlékeit, nagyapáink, dédapáink, ükapáink által alkotott produktumokat, hozzáhasonlítjuk a mostani jelenkort, és a hagyományokat megpróbáljuk továbbvinni az utánunk jövő generációk irányába. A hagyományok ápolása minden nap, minden megyenap központjában állnak, ha csak a megyenapi egyik programpontunkra gondolunk, a Fehér Termék programra, melynek jelszava is hagyomány, érték és minőség. Láthatjuk, hogy a hagyomány számunkra milyen fontos. De a hagyomány fontosságán túl annak jelentősége és továbbvitele és őrzése is fontos. Szerintem leginkább Mórus Tamás gondolataival, illetve szavaival tudom megfogalmazni a hagyomány fontosságát, mely szerint a hagyomány az nem hamu, amit őrizni kell, hanem láng, amit tovább kell vinni és tovább kell adni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A megyenap helyszín választása idén sem véletlen. Egy-egy nagyközség, itt a Pannonia szívében miniszterelnöki biztos úr elnevezése és programja szerint, egy olyan zászlós hajó a fejlesztések terén, amelyre országosan büszkék lehetünk. A Pannonia szíve program keretében 2 milliárd forint hazai forrásból újul meg egyek nagyközség az elmúlt időszakban, 100%-osan nemzeti forrásról beszélek, Magyarország kormányának és miniszterelnök úr támogatásának köszönhetően. Ennek keretében itt egyekkel megújulhatott az Újhegy, az Öreghegy, a Kecskegödör, a Körpincék, a megújulhatott a Magyar Kút és környékének szakrális tere. Elkészülhetett egy 40 km összefüggő kerékpárút Egyek, Vicske, Csapdi, Tarján között. Elkezdhettünk egy olyan fejlesztést az Öreghegyen, ami jelenleg is folyamatban, ahol buszparkolókat építünk. Eltüntettük az itt égtelenkedő csúnya tápvezetékeket, összközművesítettünk. Tehát komoly fejlesztéseket valósítottunk meg Egyek vonatkozásában. Maga a nagyságrend is mindenképpen kiemelendő, de még inkább kiemelném a helyi érdek és a helyi igények megjelenését. Amikor a miniszterelnöki biztos úr ezt a munkát elkezdte, akkor első ízben csak az Újhegy fejlesztéséről beszéltünk, és meghallva azt a jogos helyi igényt, amit akkor Zolyomi Tamás vezetésével itt a helyiek irányunkba elénk tártak, összekapcsoltuk azokat a helyi igényeket, amelyek az országos turisztikai fejlesztésekkel összhangban tudnak szerepelni, meghallottuk az egyéb fejlesztési területekre irányuló források szükségességét, és kiválóan meg tudtuk ezeket a fejlesztési elemeket úgy valósítani, hogy országos turisztikai célkitűzéseket, ide látogatókat is kiszolgálnak, de ugyanakkor a helyiek is élvezik ennek gyümölcsét. És ami az egyéb forrásokat illeti, terület és település fejlesztési operatív programból, melynek a megyei önkormányzata gazdája és a kezelője, több mint 300 millió forint került első körben ennek a látogatóközpontnak a megépítése, biztosítása, ahol most is vagyunk, majd pedig polgármester úr vezetésével a nyár folyamán, nyár elején egy közös munka került megkoronázásra azzal, hogy 643 millió forint értékben bölcsőde építési pályázatot tudtunk nyertessé tenni. De hogy a helyi igények, helyi tervek megfogalmazása, becsatornázása és a helyi munka milyen szintű, az jól mutatja, hogy a nagy összeg elnyerését követően sem állt meg itt helyben polgármester úrék által vezetett munka. Immáron azon dolgozunk, hogy egy új orvosi rendelő, egy megújult orvosi rendelő kerüljön itt egyeken a helyiek számára biztosításra. A pályázat előkészítését országgyűlési képviselőre, a polgármesterről indítottuk. Másfél hét van a beadási határidő lejártáig, biztatom és buzdítom is polgármesterület, hogy a pályázatot érdemben zárják le, és támogató szándékunk az biztosított, reméljük, hogy ez a fejlesztés is meg tud valósulni.
másik fontos fejlesztési elemünk Verebb Vár Gyúró hegyek vonatkozásában egy új közúthálózat élen tervezése, a másik nagy projektünk a Vári Kastély felújítása projekt kisegítő elemeként, ez is elindult és egy új közúthálózatú elemet is tervezünk. Magyar Falu programból is nyert a település közel 100 millió forintot, tehát azt gondolom jól mutatja, hogy egy átfogó és átgondolt településfejlesztési politika van itt egyeken. De mit sem ér ez a gondolat, mit sem érnek ezek az elképzelések, ha ez nem mindig találkozik a helyi közösség támogatásával, illetve nem is a közösségnek, hanem egyes személyeknek a támogatásával. Mindannyian tudják, hogy november 8-án itt egy időközi választásra kerül sor egyeken. Ennek a választásnak az a tétje, hogy polgármester úrral közösen, és remélhetően egy konstruktív csapattal közösen ezt a fejlesztési munkát folytatni tudjuk, hiszen az elmúlt időszakban bár polgármester maximálisan partner volt a fejlesztésekben, de a képviselőtestület egyes képviselői végig azon dolgoztak, hogy a fejlesztéseket megakadályozzák, gátolják. Ez nem egy jó irány. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de meg kell, hogy jegyezzem, hogy ezt egyébként a megye több pontján látjuk. Az októberi helyi hatósági választást követően új polgármesterek, új képviselők mindent arra tesznek fel, hogy fejlesztéseket akadályozzanak, pályázatokat visszaadjanak, ne valósítsanak meg határidőre. Véleményem szerint ez több szempontból is egy nagyon rossz út, hiszen elsősorban a lakosságokat büntetik, és a legjobb szándék ellenére sem tudunk segíteni. Az már csak egy következmény lehet, hogy olyan település esetében, aki pályázatokat ad vissza, vagy nem valósít meg határidőre, a döntés azonnal biztos, hogy legközelebb is lehetőséget és alkalmat fog biztosítani. Én ezért itt egyeken is, és a település többi pontján is Vas Albert üzenetét kívánnám ezen témában. Együtt erő vagyunk, szerte szét gyengeség. Én kérek mindenkit, hogy azon dolgozzon itt egyeken is, hogy segítse polgármesterőt és a település fejlesztését, és a megye egész vonatkozásában is mindenkinek. Ezt tudom kívánni. A megyenapi programelemek összeállítása kapcsán belső szakmai vita volt közöttünk, hogy mennyire redukáljuk le a mai megyenapunk tartalmát. Úgy döntöttünk, hogy azon hagyományos programelemeinket, amelyeket nagy közönség, nagyobb közönség előtt, de szabad levegő meg tudunk tartani, ilyen a megyekorzó, a mintakincstár, az értéktár piknik, amely első ízben most kerül felállításra, ezeket megtartjuk. Megtartjuk, mert ahogy említettem, a hagyományok fontosak számunkra, és azt látom, hogy egyre fontosabbak. Ugye akár a megyei értéktár jelszavunk a hagyomány értékminőség, akár kiegészülhet szület azzal, hogy magyar hagyomány, nemzeti és keresztény érték és szakmai minőség, de mindenképpen olyan értékelemeket hordoz, amelyeket szerintem minden korábbinál még erőteljesebben kell, hogy hangsúlyozunk és bemutassunk, vagy akár a munkahívunk, mint a kincstárra, ha gondolunk, a gyerekeinknek a hagyományőrzés az értékek terén a szemléletformálása, mint a bemutatása szintén nagyon fontos. És miért mondom azt, hogy talán mindennél fontosabb? Sajnos azt látjuk, hogy Nyugat-Európából indulóan egy elég értéktelenedő világban élünk, egyre kevesebb érték számít. Ha csak két példát mondok, nem kell különösebben indokolni szerintem az érték nélküliséget, a nihilizmust. Európában sorra rombolják le a templomokat, és ez egy nagyon felgyorsult, elég újszerű, de nagyon felgyorsult folyamat. Pleiser Lajos alelnök urat Isten nyugosztalja. Pár évvel ezelőtt Göttingenbe járván vele tapasztaltuk meg először azt a nagyon negatív és megdöbbentő élményt, hogy a kinti parten település bekísért minket egy külső legtemplomnak látszó épületben, ahol az eredeti templompadok megmaradtak, ugyanakkor büfés étterünk került berendezésre, és a helyi partnerek nem értették, hogy egy egész napi fáradtud után miért mondjuk mi mégis azt, hogy köszönjük szépen, de itt nem szeretnénk étkezni. Európában sorra rombolják le a templomokat, és sajnos Magyarországon is elérkeztünk odáig, hogy láthattuk nagy boldog asszony napján, egyeseknek az volt a legfontosabb eszmei üzenetük, hogy sokszínű zászlókat tüzögessenek ki középületekre. Én augusztus 20-án is elmondtam, inkább boldog asszonyoknak imádását, magasztalását kellene megtenni, nem pedig ilyen akciókkal.
felhívni magukra a figyelmet, hogy a adott esetben a velük nem együtt gondolókat hergelni. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy a mi dolgunk egyértelmű, nemzeti és keresztény hagyományainkat minden téren, minden eszközzel védenünk kell. Varga László kaposvári megyéspüspök úr egészen szabatosan úgy fogalmazta ezt az érték nélküliséget, ezt a modern tendenciát meg, hogy világunkban egy gazdasági háború, egy szellemi harc zajlik, ami egyébként a gonosz műve, és mi ezzel szemben csak bátorsággal, hűséggel és az erkölcs alapelveivel vehetjük fel a küzdelmet. Én erre biztatok mindenkit, ezen alapelvek segítségével álljunk ki magyar és keresztény értékeinkért, itt Fejér megyében és Magyarországon egyaránt. És végezetül engedjék meg, hogy egy utolsó gondolatot nem visszaérve a türelmükre és az idejükben a mai napon díjazásra kerülőkhöz szóljak. Ők hétköznapi emberek, nem hétköznapi tettekkel. Köszönjük szépen azt az áldozatos munkát, mindenkinek a saját területén, a víruskezeléstől kezdve, oktatás, nevelés, mentőszolgálat, hagyományőrzés, népviselet, vagy akár a nemzetiségi kultúra megőrzése terén, amelyel példát mutatnak mindannyiunk számára, nem mindennapi, nem hétköznapi cselekedetet hajtanak végre. Hozzájuk hasonló minél több szemét, díjazandó szemét és velünk együtt élő Fejér megyét kívánok mindannyiunk számára a jövőt illetően. Isten éltesse valamennyi Fejér megyét, Isten éltesse Fejér megyét. Köszönöm szépen!